Sziasztok! Mivel nekem jövő héten lesz a ballagásom, és nem megyek el se fodrászhoz, se sminkeshez, hanem én magamnak fogom elkészíteni mind a kettőt, ezért arra gondoltam, hogy most egy videóban megmutatom nektek, hogy milyen sminket és milyen hajat szánok magamnak. Ez igazából egy ilyen elegánsabbik énemnek is betudható, vagy hát egy ilyen elegánsabb készülődésnek. Azon kívül, hogy ugye én a ballagást készítem el, ti ezt a sminket vagy frizurát, főként szerintem a frizurát, el tudjátok készíteni bármilyen elegáns eseményre, ami ezt kívánja. Úgyhogy ezért is gondoltam azt, hogy egy videóba foglaljuk ezt össze. Ezen kívül pedig a másik ok, amiért úgy döntöttem, hogy ezt a videót mindenképp meg kell csinálnom, az az, hogy nem is szoktak sminkes videók lenni a csatornánkon. Ennek nem az az oka, hogy nem tudom, nem érdekel minket a sminkelés, mert nagyon szeretünk sminkelni, meg egy csomó ilyen sminkes holmink van nyilván, mert nyilván hát lányok vagyunk, viszont nem szoktunk nagyon extrémen sminkelni, sem Panni, sem én, és hát ezen kívül nem is vagyunk túl profik benne, tehát a magam módján elsminkelgetek, mint minden velem egyidős 17 éves lány, viszont én érzem magamon, hogy nincsenek olyan full extrém dolgaim, meg ilyesmi tudásom, hogy én olyan nagyon profi sminkeket mutassak be nektek, és titeket ezzel oktassalak, szóval ez a videó nem is egy ilyen oktató videó lenne, hogy hogyan sminkelj ballagásra, hanem inkább csak megmutatom, hogy ezt én hogyan csinálom, és főként a hajjal szerintem egy ötletet tudok nektek adni arra, hogy hogyan készítsétek el ti is, úgyhogy remélem tetszeni fog nektek, és kezdjük is. A sminket egy Maybelline-es alapozóval kezdem, ezt még a Glamour napokon szereztem be, és szerintem nagyon szuper, és egy szivacsal fogom eloszlatni az arcomon. Ezután jött a korrektor, amit én a szemem alá viszek fel. Ez egy Essence-es korrektor, aminek az a lényege, hogy a végét el kell csavarni, és akkor jön ki a kis ecsetkéből a korrektor. Szintén Maybelline-es a púderem, amit egy nagyobb ecsettel viszek fel az arcomra. Jöhet is a bronzosító, a pirosító, és ezeket is egy ecsettel fogom felvinni. Csak az arcom oldalának is almácskákra viszem fel mind a kettőt, ugyanis én nem vagyok ilyen profi, hogy mindenhol kontúrozzam az arcomat. És ezután jöhet a szemöldök, amit egy kifagyott szempilla-spirálnak a spirálos részével fogok kifésülni, és ezután pedig egy vékonyabb kis ecsettel és egy barna színnel fogom kitölteni, hogy egy kicsit intenzívebb legyen a színe. Egy avonos ezüst szemceruzát fogok használni, hogy belül egy nagyon vékony kis csíkot húzzak a szememre, nem húzom végig, mint egy tusvonalat, hanem csak a szemzugba színezem ki vele a szememet. A Maybelline-nek a The Nudes palettáját fogom használni, és ebből is egy világos barna színt a szemhéjamra, egy sötétebb barnát kívülre, és egy feketét pedig teljesen az árnyékolásra. Ahogyan látjátok a világos barnát, csak elegyengetem a szememen. A feketével pedig egy kicsit mélyítem a tekintetet, így belülről, ugye ebből az ezüstből egy ilyen sötétbarnás, szürkés árnyalatba megy át a szemhéjunk. Ezután a szemöldökömhez használt barnával fogom alul kihúzni a szememet. A palettához tartozó kis ecsetet használva a feketét fogom felvinni szemhéjtusként a szememre, mivel már mondtam az egyik videómban, hogy én nagyon béna vagyok a tusvonal húzásában, ezért ezt a taktikát találtam ki, ugyanis tökéletesen felviszi a fekete szemhéjpúdert a szememre ez a kis ecset, és tökéletesen fönn is marad, viszont így legalább egy kicsit elsatírozott lesz a hatása, és hogyha valamit mégis elrontanék, akkor nagyon könnyű leszedni. Ezután egy rimmeles szempillaspirált használok.
Ezután jön a kedvenc részem, mégpedig a rúzs, amihez egy max faktoros bordós színt fogok használni, ami szerencsére nem olyan nagyon intenzív, de mégis azért látszódik, én inkább ezek felé a bordós, pirosos színek felé hajlok. És készen vagyok a sminkkel, jöhet a haj, amihez nagyon-nagyon fontos, hogy használjatok ilyen hűvítő sprét, akármilyen márkájuk, nekem egy ilyen Sios van, és ezt nagyon szeretem, mert tényleg nagyon fontos, hogy felfújjatok, főként a hajvégekre, és csak ezután álljatok neki. Én egy hajvasalással kezdem, viszont úgy, hogy a hajamnak a legvégét már nem vasalom ki, tehát az utolsó nagyjából 10 centit hagyjátok ki, hogy azok ne legyenek majd duplán sérülve, bár szerintem, mivel ez egy elegánsabb frizura, és nem szoktam folyton egy ilyet viselni, ezért megengedjük magunknak, hogy most egy kicsikét roncsoljuk a hajunkat, de hát az egészet körbe vasaljátok ki, ez a frizura azoknak előnyösebb, akiknek ugye jó hosszú haja van, mint nekem, viszont amint majd látjátok, az is meg tudja szerintem csinálni, akinek rövidebb a haja, maximum akkor neki kevesebb lesz az egyenes rész, és több a göndör. Amint készen vagyunk a hajjal, jöhet is a Babyliss-nek az egyik hajgöndörítős terméke. Mi ezt karácsonyra kaptuk a húgommal, és nagyon szeretjük, ugyanis annyi a lényeg, hogy egy tincset behelyezel a kis sütőbe, és ezután ez hirtelen majd így beszippantja a hajadat, és utána várni kell pár csippanást, amint most hallani fogjátok. Tehát tökéletesen jelzi nekünk, hogy mikor kell kivennünk a hajat, és ilyen tökéletes göndörség lesz. Nyilván, hogyha szeretnétek akár az egészet begöndöríteni, akkor több tincset kell majd bele fognatok. Én viszont most ugye úgy döntöttem, hogy ez egy olyan frizura lesz, aminél csak a vége lesz göndör. Ezért is mondtam, hogy azok vannak előnyben itt, akiknek hosszabb a haja. Úgyhogy így körbe göndörítgetem ezzel a hajamat, és készen is van a frizura is. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és még annyit kihagytam rejtem így utólag a sminknél, hogy a szempillaspirálomhoz a ballagásom mindenképp vízálló lesz, ugyanis ha belegondolok, egy ballagás nyilván elsírja magát az ember, mert hiányozni fog neki a gimi, meg a ottani barátok, úgyhogy én most elfelejtettem vízállót használni teljesen, pedig korábban gondoltam is rá, hogy ne felejtsek el, szóval ez az, ami nálam más lesz jövő héten, ugyanígy fogok kinézni csak vízálló szempillaspirállal, és kérlek lájkoljátok, hogyha tetszett nektek az, hogy most ilyen csajosabb témába mentünk bele, vagyis sminkeltünk, meg hajat készítettünk, úgyhogy találkozunk legközelebb, sziasztok!